A magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről beszélt Sanda Tamás, innovációs és technológiai miniszterhelyettes Baktól Urántházán. Előadásában kiemelte, Európában egyedülálló módon 5%-kal növekedett a GDP az utolsó negyedében, 2010 óta pedig több mint 800 ezer új munkahely jött létre az országban. A politikus hozzátette, jövő évtől kezdődően több pénzt szán a kormány az innovációs fejlesztésekre. A Magyar Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként 2020-tól 25%-kal növekszik a kutatásfejlesztésre és innovációra fordítható költségvetési forrásoknak az összege. Ez több mint 30 milliárdos bővülést jelent évente. Ennek azért van önmagán túlmutató jelentősége, mert a következő évtizedek, következő időszak kihívása, az egyértelmű kihívására adandó válasz az egyértelműen az innováció és az innováció központú gazdaságpolitika. Abban kell segítenünk a magyar vállalkozásokat, abban kell segítenünk a magyar kis és közepes méretű cégeket, hogy a saját működésükben is egyre hatékonyabbak legyenek, egyre versenyképesebbek legyenek. Kovács Sándor, a választókerület országgyűlési képviselője a konferencián kiemelte, a térség települései éltek a pályázati lehetőségekkel, Baktól Urántháza pedig visszanyerte azt a helyzetét, amellyel méltán lehet székhelye a járásnak. Hozzátette, a környék civil szervezeteinek közösségi munkája elengedhetetlen a sikerhez. A város nagyon sikeresen lovagolta meg a település operatív programot, amit a megyei önkormányzat menedzsel. Nagyon sikeres a város ebben. Kerékpárutakkal, intézményekkel és egyébben beruházásokkal, utakkal, ami még egyszer mondom a járási megközelíthetőséget is jelenti. Emellett a mai konferenciával párhuzamosan ugye nemzet együttműködése alapot civileknek a finanszírozásáról is beszélünk. Jó arányokat ért el maga a megye és országos szinten. Ezen belül azt gondolom, hogy Baktól Urántház és a Baktól Urántház a környéki civil szervezeteknek is van mire büszkének lenni. Számomra is fontos, hogy az itteni civilek és a választókerületben lévő civilek azt a fajta közösségi kohéziót erősítsék ezekből a forrásból, amit tud működni egy település, egy baráti társaság és végül egy választókerület, egy ország és egy nemzet. Kovács Sándor hozzátette, az ipari park fejlesztéseknek és az energetikai beruházásoknak köszönhetően egyre több cég választja telephelyeiül a Baktól Urántházi járást.